C, D és multivitamin, egyszer használatos maszkok és kéztisztítógél. A koronavírus elleni védekezés fontos, de fogyó eszközei, ezért bőven hoztak belőle az újfehértói bölcsőde és óvoda dolgozóinak. Család esélyteremtés és önkéntes ház adományairól van szó. Ezen a területen számunkra kiemelten fontosak a családok. A családoknak most COVID idején a legfontosabb pandémia idején az, hogy segítsünk azzal, hogy munkába tudjanak járni. Ennek egy része az, hogy a bölcsődék mai napig nyitva vannak. Ezért választottunk ki bölcsődéket. Hogy melyik intézményeknek mire van szüksége, azt előzetesen egyeztették. Így ebbe az intézménybe 50 darab fertőtlenítő, 14 doboz vitamin, 60 darab egyszer használatos és 20 darab FFP2-es maszk, valamint 50 darab kesztyű érkezett. A Nyíregyházi Egyházmegye az általa fenntartott intézményekben nagy figyelmet fordít arra, hogy az itt dolgozók, illetve az itt ellátottak mindenhol megkapják a megfelelő eszközöket, amikre szükségük van, de természetesen minden adománynak rendkívüli módon örülünk, tehát ilyen módon örülünk ennek a megkapott adománynak is, amikor is tisztítószereket, maszkokat kapunk, illetve vitaminokat is kapunk, akár a gyermekek, akár az itt dolgozók részére. Az intézmény 4 csoporttal működik, csaknem 50 gyermek tölti itt mindennapjait. Felügyeletüket 20 dolgozó látja el, ezért fontos, hogy mindenből legyen elegendő mennyiség. Nem csak a Hieroteosz Egyesület hozott adományokat, a térség országgyűlési képviselője sem érkezett üres kézzel. Nagyon fontos, hogy a bölcsődék működjenek, hiszen Magyarországnak működnie kell, és ilyen formán az anyukáknak, apukáknak, a munkahelyeken helyt kell állni, és a bölcsőde pedig ebben segít. Tehát Magyarország működőképességének fenntartása a cél. Bár az Újfehértón működő óvodákban és bölcsődékben jelenleg rendkívüli szünet van, a háttérmunka nem állhat meg az egyre növekvő járványügyi adatok ellenére sem. Információm alapján itt is nőtt az esetszáma, a megbetegedések száma jelentősen emelkedett a közelmúltban, és sajnos halálesetek is történtek. Épp ezért indítottunk kampányt arra, hogy minden fórumon biztassuk a város lakosságát arra, hogy regisztráljanak védőoltásra, és amennyiben lehetséges, akkor vegyék fel minél hamarabb a védőoltást. Fontosnak tartom, hisz látjuk azt, hogy egyedül a vakcina jelenthet megoldást arra, hogy ez a járvány ne harapózzon el még jobban. Az önkormányzat is mindent megtesz annak érdekében, hogy a város megóvja a bajtól, a közterületeinket fertőtlenítjük, az intézményekben folyamatosan fertőtlenítés zajlik, illetve a rendkívül iskolai szünet miatt a gyermekek étkeztetését úgy oldjuk meg, hogy nem azt kérjük a szülőktől, hogy ők jönnek az ebédért, hanem közel 600 gyereknek mi az önkormányzat dolgozói szállítjuk ki minden nap a napi háromszori étkezést. Ez alapvetően a Szabolcsi embernek azt gondolom, hogy a sajátja, hogy ahol tudott segít a rászorulókon, ahol tud segít az intézményeken. Most a bölcsődék... Ebben a kritikus időszakban a család, esélyteremtő és önkéntes házak nagyon fontosnak tartják a bölcsődei dolgozók védelmét, egészségük megőrzését. Ezért kedden Újfehértó mellett egy fehérgyarmati és két kisvárdai intézménybe is vittek az adományokból.